Üdvözlőd a kedves Zsolt, és üdvözlöm a Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Központjának podcast hallgatóit. A mai beszélgető partnerem Huszár Zsolt, akivel remélhetőleg nem csak szakmai szempontból fogunk megismerkedni, hanem egy kicsit abból, hogy beleálltunk, hogy milyen az élete egy mai kutatónak. Ha jól tudom, te orvos végzettségű vagy, ugye? Igen. És hol végezted az egyetemet? Én is üdvözöllek, és köszönöm a meghívást. Szegeden végeztem 17-ben. Aha, hát akkor végül is mi egy helyről indultunk, és mi volt, ami annak idején téged az orvos egyetemre vitt? Sok naív gondolat, szerettem volna emberekkel foglalkozni, akkor is volt egy tudományos érdeklődésem, valahogyan ezek összességeként. Így ahogy válogattam a különböző egyetemi lehetőségek közül, lyukadtam ki annál, hogy én orvosként szeretnék dolgozni. Hát nyilván az orvoslás egy gyógyító foglalkozás, tehát gondolom, hogy ez egy alapvető motiváció lehetett, de amikor elkezdtél az egyetemre járni, akkor te hogy láttad magad, mint egy olyan orvos, aki a betegágy mellett segít a betegeken, vagy valamilyen más feladat volt az, ami megtetszett? Elsősorban úgy láttam magamat, mint aki klinikai munkát fog végezni, tehát aki a betegágy mellett lesz. De azért akkor is megfantáziáltam arról, hogy részt vehetek kutatásokban, és valahogyan a legáptudétebb gyógymódok gyakorlatba átültetésében vagy fejlesztésében valahogyan fog tudni kapcsolódni. És az egyetem alatt részt vettél bármilyen kutatásban, például TDK vagy hasonló? Igen, TDK-ztam már a utolsó 2 vagy 3 évben a Szegedi Pszichiátriai Klinikán. Ez véletlen, vagy nem tudom, hogy véletlen kapcsolat, akkor is Alzheimer témában egy alapkutatást csináltunk, azt néztük meg, hogy a krónikus stressznek, illetve a hiperlipidémiának milyen hatása van az Alzheimer-kor kialakulására egereken. Értem, tehát ez a pszichiátria iránti, vagy az a kapcsolatos érdeklődés, ez végülis akkor a kutatásnak köszönhető, vagy pedig ez a téma, vagy ez a szakterület érdekelt, és ezért indultál ilyen irányba kutatóként? Igen, inkább ez a második fordított volt, hogy nagyon érdekelt a pszichiátria, szerettem volna valamilyen pszichiátriai TDK munkát csinálni, és akkor így kapcsolódtam ebbe a kutatásba vele. És hát ezt viszed most is tovább. Igen. De a kettő között a végzés és a 2023 között eltelt néhány év, tehát amiután te végeztél, azután gyakorló orvosként kezdtél el dolgozni, vagy pedig kutatóként folytattad kutatóként kezdted el a pályafutásodat? Én 17-ben végeztem, és akkor abban az évben kezdtem a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai Klinikáján rezidens orvosként dolgozni, és dolgozom azóta is, és a 21-ben pedig csatlakoztam a Transzlációs Medicina Központhoz, és hát akkor kezdtem meg a PhD képzésemet. Maga a betegellátás, az mennyire felelt meg annak, amit még mondjuk hallgatóként elképzeltél? Tehát mennyire az a világ, amit az ember még hallgatóként félig meddig kívülről lát? Nehéz kérdés ez. Nem, egyszerűen azért, mert nem emlékszem, hogy mi volt a hallgatóként a képem, az szerintem, és nekem az azért nagy részt szerencsére, vagy túlnyomó részt, az egy izgalmas dolog, hogy jön valaki, valami kicsit olyan nehezen kormányzott problémarendszerrel, és akkor a végén lesz egy diagnózis, elkezdődhet arra egy terápia. Ez akkor hallgatóként is nagyon szimpla megfogalmazásban izgalmas volt, és hogy azóta is szeretek betegekkel foglalkozni. Igen, mondjuk ilyen szempontból az orvoslás meg a kutatás nagyon hasonlít, mert mind a kettőben váratlan helyzeteket kell megoldani. Kevés a rutin. Gondolom, hogy ezt meg tudod erősíteni. Ezt abszolút meg tudom erősíteni. Azért szerintem a még nehezebb, vagy ha úgy tetszik, még szebb a kutatás ilyen szempontból a mindennapi betegellátásban. Ott azért be lehet, csak azért, mert nagyon kezdő kutató vagyok, ott úgy érzem, hogy több rutint tudok, vagy tudtam szerezni. Hát igen, ennek szerintem részben is az oka, hogy itt a Transzlációs Medicina Központban egy olyan rendszer alakult ki, vagy
létezik, ami kifejezetten azt támogatja, hogy egy kezdő kutató viszonylag biztonságos körülmények között tudja elkezdeni a pályáját. Tehát nagyon sok olyan készséget megtanulnak a hallgatók, amit aztán a saját kutatásaiknál már az elején nagyon hatékonyan tudnak használni. Nem tudom, hogy amikor te ide kerültél, akkor mi volt az, ami ide vonzott a központba a klinikai munka mellett, hiszen az is mondhatjuk, hogy akár egy egész embert kívánhat. Ez egy nagyon szerencsés véletlen volt, hogy ide kerültem. Én szerettem volna már rezidens koromban elkezdeni a PhD képzést, és még mielőtt megismertem a Transzlációs Médicina Központot, a témavezetőm Csukli Gábor megkeresett, hogy van-e kedvem csatlakozni hozzá egy demencia kutatással kapcsolatos témában, és mindeközben egy barátom, kollégám átküldött egy YouTube videót, hogy nézzem csak, lesz ide települ Budapestre a Transzlációs Médicina Központ, és akkor megnéztem azt a másfél órás videót, és nagyon az volt nekem nagyon vonzó, hogy úgy éreztem, hogy nagyon transzparens, nagyon világos, hogy milyen tudást, milyen programban ad át ez a program, és hogy az volt a fantáziám, és az egyszerűen így is lett, hogy egy konkrét kézzelfogható kutatói tudást tudok megszerezni azzal, hogyha végigcsinálom ezt a 2 éves programot. Akkor ez egy szerencsés együttállás volt, hogy a témavezetőt is része ennek a programnak, és akkor ennek kapcsán te is be tudtál kerülni. Mióta ide kerültél, és mióta a központ keretében végzed a PhD munkádat, mennyire váltotta be az előzetes várakozásaidat? Most mit gondolsz, hogy amit a videóban láttál annak idején, az a valóságban is úgy van, vagy egy kicsit a valóság az más? Beváltotta, nem merült föl. Felsőnöm bennem, hogy nem váltottam volna be. Azon gondolkozom, hogy mi is volt a... Tehát nem volt olyan nagyon dolgozott fantáziám, hogy milyen lesz itt lenni. Azt sejtettem, hogy ez sok munkával jár, ez beigazolódott, tehát nincs ebbe különbség. Azt is sejtettem, hogy ennek mentén sok stresszel jár, ez is beigazolódott. És ahogy azt meg reméltem, hogy sok haladást lehet elérni, és hogy úgy érzem, hogy igen, hogy ez is megtörtént. Mi az a projekt, amivel te itt a TMK-n belül elkészíted a munkát? Tehát, mint mondtam, demencia kutatása a tágabb témakör, és amiből a metaanalízisünk megszületett, az arról szól, és kicsit gondolkozok, hogy ezt mennyire az elején kezdjem, ez egy prognosztikai metaanalízis. Van egy bizonyos, hogy most van 2 fehérjel elváltozás, az úgynevezett beta-amiloid fehérjel és a foszfor-tau fehérjének a felhalmozódásai a központi idegrendszerben, és arra voltunk kíváncsiak, hogy ismert, hogy ezek nagyon szorosan kapcsolódnak az Alzheimer betegséghez, illetve más demenciákhoz is, és hogy ez de mégis mennyire gyorsítják föl a demenciával való konverziót. Ez egy... Igen? Nem csak azon gondolkodtam, hogy amennyire tudom, én ehhez a szakterülethez nem értek, csak ugye mindig arról szó van, hogy ezek a fehérjének a jelenléte, ez okozója az Alzheimer-kornak, vagy pedig csak egy indikátora. Most ezzel kapcsolatban mi az álláspont? Nagyon köszönöm a kérdését. Az az álláspont, hogy ez nem eldöntött továbbra sem, és az is nekem az nagy örömet okoz, ez valószínűleg más orvosi disziplinákban teljesen természetes, hogy az Alzheimer-kornak van egy biológiai definíciója, ezt így egyből pontosítanám, ez egyelőre nem a klinikumban, hanem a kutatók számára kimaradva az amerikai National Institute on Aging, ez egy amerikai szervezet adott ki egy 18-as ajánlást, ami arról szól, hogy azt javasolják, hogy a kutatók azt tekintsék Alzheimer-kornak, ahol ez a beta-amiloid felhalmozás elkezdődött, pontosan az Alzheimer kontinuum, és ahol ez csatlakozik a foszfor-tau felhalmozás, és az már az Alzheimer betegség, és hogy ez független attól, hogy az illetőnek van-e demenciája, vagy enyhe kognitív zavara, vagy nincsen, hasonlóan, mint mondjuk a rákos betegség, sem kell, az kell, hogy mondjuk valakinek májára, vagy lála mája, hanem elkezdődik egy elváltozás itt is. És ez a pszichiátriában
az egyetemi nem ittalt, mi tünetek alapján hozunk diagnózist, a demenciát is tünetek alapján, és azon belül az Alzheimer demenciát is tünetek alapján állítjuk fel. És akkor az az ellentmondás, hogy a kérdésre válaszoljak, hogy és ennek mentén is gondolkoztunk el, hogy kéne, hogy ezt a metaanalízist kéne elvégezni, hogy ugye van egy diagnosztikus kritériuma az Alzheimer-kornak, de mégis ilyen nagyon ellentmondás adatok vannak, hogy akinél megjelenik ez az amiloid, akkor az milyen eséllyel, vagy milyen gyorsan válik demensé. Az is ismert, hogy ez a fehérje, ez 15 évvel korábban el tud kezdeni, de a fehérje elvárcás 15 évvel azelőtt megjelenhet, hogy valakinél a demencia tünetei jelentkeznek. És akkor emiatt ugyan ez egy a kutatók számára diagnosztikus javaslat, de az még nem eldöntött, tehát hogy nagyon sok cikk megkérdőjelzi, hogy akkor van egy szoros asszociáció a fehérje felhalmozódás és a dementes között, de hogy tényleg ez az oki tényezővel, vagy az egy együttállás, ez még vita. Csak ti kutatásotok az erre ad valamiféle választ, vagy az érinti ezt a kérdést? Nem, az nem is tud választ adni, mert hogy mint prognosztikai, tehát prognosztikai faktorként tekintettünk az amiloidra. Azért beszélek fel az amiloidról, mert egy sokkal több azzal kapcsolatos cikket találtunk, és az az elsődleges eredmény, hogy az amiloidnak milyen hatása van. Kóélettani változásokat nem tudtunk figyelme venni, viszont olyan fajta választ ad, hogy ugyanaz akkor nem eldöntött, hogy ez egy kóélettanilag mennyire a centrumban van az amiloid elváltozás, de hogy nagyon-nagyon szorosan asszociál a demenciával. Értem, tehát akkor ha mondjuk két mondatban meg kellene fogalmaznod annak a kutatásnak az eredményét, aminek ezek szerint már a vége felé tartottok, akkor az nagyjából ez lenne, ugye? Igen, hogy sajnos azt találtuk, most már egy metaanalízis által is megerősítve, hogy azok az egészséges idős emberek, vagy enyhe kognitív zavarban szenvedő idős emberek, akiknél elindult a fehérjelváltozás, azoknál nagyon magas a demencia kialakulásának a rizikója. És ebből akár az is következhet, hogy érdemes lenne ezt rutinszerűen vizsgálni? Ezen gondolkozunk, pontosan azon gondolkozunk, hogy milyen terápiás javaslatot tudunk tenni valakinek, aki egészségesként elvégez egy ilyen vizsgálatot. Egyébként az amiloidot kétféleképpen, az amiloid jelenlétét kétféleképpen lehet vizsgálni, vagy mindenütt amiloid PET-tel, ami ugye egy kontrasztanyagos PET-CT vizsgálat. Ez egy olcsó dolog. És ez egy nagyon drága dolog. Azt hiszem, hogy egy vizsgálat több mint 600 ezer forint, és átszámolva, tehát egy Magyarországon nem is elérhető. Legjobb tudásom szerint. Viszont a másik az a lumbál funkció, ami persze invazív, de jóval olcsóbb beavatkozás, és az ez egy relatív biztonságos beavatkozás, és lehet nálunk is, tehát a Semmelweis Pszichiátriai Klinikán, illetve a laboratóriumi intézettel közösen most már ilyen amiloid vizsgálatokat végezni, tehát ezt rutinszerűen lehet a SOTIN végezni, ezt a vizsgálatot. És akkor az a kérdés, hogy mi változik. A demencia terápia az jelenleg ott tart, hogy gyógyszeresen vagy más intervenciókkal lassítani lehet a hanyatlást, és hogy, mint persze nagyon sok betegségnél itt is a megelőzés és a megelőzésnek a kutatásában a nagyon nagy hangsúly. Szerintem ez egy egyénileg mielegendő döntés, hogy most valaki ahhoz, hogy azokat a életmódváltoztatásokat meg tudja hozni, ami ahhoz kell, hogy kisebb eséllyel alakuljon ki kognitív hanyatlás, ahhoz kell egy olyan motiváció, hogy tudja, hogy milyen az amiloid státusz, vagy anélkül is elhatározza magát. Hát igen, és ez már a transzláció, mert egy ilyen kutatásból, amit mondtál, amit csináltuk, abból kétféle irányba lehet transzlálni az eredményt. Az egyik az, hogy a beteg az mit tesz, hogy a beteget azt hogyan látják el, milyen kezelést kap esetleg, ha van ilyen. A másik pedig az, hogy az alapkutatás irányába is el lehet menni. Az alapkutatás irányába mi az az irány, ami a ti kutatásotokból következik? Tehát mi az, amit érdemes lenne preklinikai szinten elvégezni a ti eredményetek alapján? Először is, hogy az mindenféleképpen nagy lépés a demencia kutatásban, hogy
ezzel a biológiai alapú Alzheimer diagnózissal sokkal homogénebb betegcsoportok vizsgálhatóak. És hogy válaszoljuk el a kérdésre, mi azt már is kezdtük ezt a vizsgálatot, arra vagyunk kíváncsiak, hogy a demenciák a ismert súlyos rizikotényezői, mint amin a depresszió, az obezitás, a dohányzás, a egyéb kardiovaszkuláris tényezők, de magas vérnyomás, hiperlipidémia, illetve nagyon fontos, hogy még rizikotényező alacsony testmozgás, alacsony szociális aktivitás. Ezt azért emelem ki, mert hogy az ilyen viszonylag banális dolog, mint hogy valaki rendszeresen végezett testmozgást, vagy hogy legyen szociális élete, ezeknek nagyon szignifikáns hatás van arra, hogy kinél alakul, vagy nem alakul ki demencia. És mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy azoknál az egészséges kogníciói embereknél, akiknél megjelent már az amiloidállatozás, milyen mennyire tud érvényesülni ezeknek a rizikófaktoroknak a szerepe. De ez már a másik kutatásotok, ami között a kapcsolat a demencia. A második kutatásban ott csak az Alzheimer típusú demenciával foglalkoztok, vagy minden típusú demenciának a kockázati tényezőit vizsgáljátok? Minden típusú demenciának a kockázati tényezőjét, de az amiloid elvárzáson keresztül ez egy kicsit összezavaró lehet, meg ezt így tényleg nehéz elkülöníteni. Az a, ami az összezavaró, hogy ugye a demencia az egy szindróma, tehát hogy aki nem sokfajta definíció, szerintem a legegyszerűbb most ez legyen az, hogy aki nem mindennapi életvezetésre már nem képes sajnos kognitív, tehát hogy a nem testi fogyatékosságból, hanem a szellemi hanyatlás mentén, az a ez a demenciának egy ilyen egyszerű definíciója, és ez jelenleg is nincsen biológiai paraméterekhez kötve. Tehát mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy kinek alakul ki ez az állapot, de amin keresztül vizsgáljuk, az amiloid, az egyik faktor, és az amiloid elváltozás. Tehát mondjuk ez a kutatói ajánlás szerint valószínűleg nagy részt Alzheimer demenciába való konverziót fogunk találni. Pontosabban, mert ez egy kérdés, hogy a vaszkuláris és egyéb típusú demenciák milyen gyakran alakulnak ki. És ez valamilyen regiszternek az elemzése lesz, vagy pedig betegeket vontok be konkrétan a vizsgálatba, és lesz egy kontrollcsoport, aki meg nem beteg, és mind a kettőnek nézitek az életmódbeli jellemzőit, vagy hogy képzeljük el ezt a kutatást? A működik ránk úgynevezett memória ambulancia, ami pont a demencia szűréssel, a demencia tünetnek a korai időpontban való felismeréssel foglalkozik, és ez a klinikai járóbetegvizsgálathoz tartozik egy adatbázis építés is, és ennek az adatbázisnak az elemzését tervezzük, de párhuzamosan van egy nemzetközi adatbázis, ami szabad hozzáférés, és az ő adataiból is fogunk dolgozni. Értem. Hát ez biztosan nagyon érdekes, és nagyon hasznos is, különösen Magyarországon, ahol sok szempontból a világ más részeihez képest nem élünk annyira egészségesen. A jelenlegi benyomásaid alapján az átlag, ha van ilyen, az átlag magyar életmódjában mi az a legnagyobb kockázati tényező, ami a demenciának a rizikóját növeli? Nem tudok egyet kiemelni, de hát az nagyon jellemző sajnos, hogy nagyon kevés napi aktivitás, napi testmozgás, vagy akár szociális aktivitást végeznek idős emberek, hogyha valakinek kialakul a depresszió, akkor azzal úgy különösebben nem törődnek sem az illető, de mondjuk a depressziónál hozzátartozóknak a felelőssége is nagyon nagy, hogyha valakinek az apátia, mondjuk a főtünet, az, hogy nem kicsit elhanyagolja magát, akkor a hozzátartozónak is ezt nagyon jól, hogyha fel tudná ismerni, hogy ez nem a egészséges, vagy nem a élettörvényszerűség, hogy 80 éves korától az ember még elhanyagolja magát, hanem ez igenis egy olyan dolog, amire figyelmet érdemes fordítani. Igen, hát a tudatosság az biztosan fontos, és igen. Csak arra azt kellene tudni, hogy mire figyeljünk oda. Hát ebben fog ez nyilvánvalóan sokat segíteni. Az, hogy most nem csak gyógyító orvosként dolgozó, hanem kutatóként is, ez a kutatói lét, ez hogy befolyásolta a te attitűdödet orvosként? Tehát változott-e bármi
mióta kutatóként is dolgozol? Talán még tudatosabb vagyok, tehát, hogy az evidence-based medicine-t azt még komolyabban veszem, hogy még gyakrabban olvasok akár csak ilyen kisebb-nagyobb gyógyszereskéréseknek utána, vagy keresem meg, hogy akkor milyen, akár csak az, hogy a rutinszerűen végzett gyógyszerbeállítás mögött milyen valós evidencia van. Tehát ilyen apró mindennapos PubMed keresésekben is megnyilvánul ez. Igen, hát nem véletlen az, hogy itt mindenkinek az első projektje metanalízis szokott lenni, mert az embert rákényszeríti arra, hogy jó sok klinikai vizsgálatot olvasson el, és azt kritikusan szemléje. És lehet, hogy ami korábban úgy fel sem tűnt, hogy mi az, amit nem megfelelő módon terveztek meg a vizsgálatot végzők, az már egy metanalízis során az emberben kialakul ez a képesség, hogy észrevegye a hibákat, és rájön arra, hogy ő mit csinált volna jobban. Igen, hogy ilyen szempontból, tehát persze más tapasztalatom nincsen, mint hogy azt akarom mondani, hogy milyen nagyon örülök, hogy metaanalízis is volt az első projektem, mert hogy ehhez nyilván nagyon-nagyon sok cikket kell átnézni, és ezáltal az ember szerez egy olyan rutint, hogy tudja minőségileg is értékelni a tudományos eredményeket is. És hát ez a learning by doing metód, ez alatt nagyon sokat lehet tanulni, mert nagyon be lehet gyakorolni ezeket a készségeket. Hát igen, és a másik, ami szerintem talán, de ezt erősítsd meg, hogy tényleg fontos-e, szerintem, hogy nagyon fontos ez a csapatmunka, hogy itt senki nem magányos harcos. Igen, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert én attól egy kicsit féltem, hogy azt hiszem nagyon nagy a szólás abban, hogy akiket így magam körül látok, hogy PhD hallgatok, és hogy milyen mennyire megy, vagy nem megy az előadásuk, és itt azáltal, hogy, és mennyire van köröttük egy csapat, és itt az, hogy hetente van találkozó, van egy metodológiai szupervízor, és hát, hogy ezek a heti meetingek, egyszerűen tényleg így az ember nem azt hiszi, hogy egyedül van a kis kutatásával, nagyon jó az, hogy még ha nagyon más disziplinákhoz is néha, de van egy viszonyulási pont, nagyon sokféle visszajelzést kap az ember, tehát ez nagyon komplex módon motivál nekem, meg hát szerintem van egy ilyen pszichoterápiás kicsit közhely, de teszem szép mondás, hogy a csoport az mindig több, mint az egyének összessége, és hát ugye a kutatásban is érvényesül szerintem. Ebbe csak egyet tudok érteni, és ez meg szerintem külön érték, amit mondtál is, hogy itt nem egy szűkebb szakterületről van 10 ember, és ők folyamatosan meetingelnek, hanem itt különböző szakterületekről érkező emberek vannak, akik lehet, hogy pont az adott témához nem értenek nagyon mélyen, de éppen azáltal, hogy van egy más szemléletük, lehet, hogy jöhetnek jó ötletekkel. Igen, ezt megerősítem. És mi volt neked a legnagyobb kihívás, mióta a TMK programjában részt veszel? Tehát volt olyan, amikor úgy érezted, hogy ez már nagyon emberpróbáló? Volt sokszor. Én így a szolyongó emberek táborát erősítem. Akár csak a mondjuk főleg az első fél évben, vagy az első 6 hónap alatt így a hétről hétre való csoport meetingekre való felkészülésen, hogy akkor teljesítettem, vagy nem teljesítettem azt, amit kitűztem határidő. De nagyon sokat szorongtam, és de hát közben nem terül a kutatás, és ezt meg kellett valahogyan oldanom magamba. És hogy azt hiszem, hogy jobb a stressztűrő képességem, amik olyan nagyon szimpla dolgoknak is, hogy mondjuk egy ponton elhatároztam még az első év őszín, hogy én este 9 után nem fogok dolgozni. Ez lehet, hogy így direkten nem látszik, hogy a kutatásra jó hatása lenne, de hogy azt éreztem, hogy így valahogyan a saját életem egyensúlyban tartásához ez sokat segített, és aztán arra is ezáltal jobban rá voltam kényszerítve, hogy este 9-ig például több munkát hatékonyabban végezzek el. Nehéz egy dolgot kiemelni, sok nagy kihívás volt, mert ez jutott most eszembe. Nyilván kihívásból adódik az is, hogy az ember valamiben fejlődik. Mit érzel, hogy mi az, amiben a legjobban tudtál fejlődni? Ezt, hogy a tudományos nyelvet jobban beszéljem, amiket már érintettünk.
hogy tehát az ilyen, én nagyon nem tudom, nagyon szeretem az ilyen legszimplább dolgokat, mondjuk azt, hogy észben tartani, hogy egy tudományos kérdés az, tehát, hogy ez a pikó mozaik szó mentén épül, tehát mindig van egy populáció, tehát, hogy amikor megnézek egy cikket, akkor el tudjam helyezni, hogy akkor most ez őr is szól, mondjuk ennek mentén. Hogy a hatásaősséget azért az hogyan kell értelmezni, ez tényleg ezt így tudnám így a legtöbb fogom, hogy ez a tudományos nyelvnek az ismeretében sokat fejlődtem, amit persze lehet is remélni egy PhD programtól, és szerintem ez azért meg is valósul. És volt-e olyan pozitív, megerősítő élmény, ami a sok kihívás mellett mégiscsak azt mondta, hogy jó ide tartozni? De lehet ez akár szakmai is, akár valamilyen társadalmi? Szerintem nagyon sok ilyen volt, ami kutatócsoportunk, az egy jó csapat, és szeretek velük találkozni, most már csak hónapra, valakikkel szorosabban tartjuk a kapcsolatot, és hogy amikor az ember legyőzi a stresszt, akkor tehát, hogy az ember itt kemény kritikákat kap, de azok mindig, tehát mindig szakmai kritikák, és olyanok, amikkel lehet vitatkozni. Nagyon szeretem a TM-be, hogy nem tekintélyelvű, hanem tudás elvűen működik, és hogy itt van súlya az érvelésnek, és hogy mondjuk abban, hogy az ember megvédje a saját tudományos álláspontját, ezt is lehet hétről hétre gyakorolni, és lehet ebben fejlődni, és igazából én nagyon szerencsés vagyok, hogy mindenkiről el tudom mondani, hogy itt a pozitívan és biztatóan álltak hozzá, amiért így hálás vagyok. Hát igen, mondjuk jó lenne az, és nem csak a orvoslásban, hanem úgy általában a társadalomban, hogyha a kérdések azok a tények alapján dőlnének el, és nem az alapján, hogy esetleg kinek van nagyobb tekintélye, az biztos, hogy az orvoslást előre viszi, hogyha a döntések mögött mindig a ráció van. Ez a szemlélet, ez igen, talán... Egyet tudunk. Hogyha itt ilyen emberek gyűlnek össze, és ezt viszik tovább, az egy jó dolog. Hogy látod magad 5 év múlva? Hol képzeled el magad? Mit szeretnél csinálni 5 év múlva? Hová szeretnél eljutni? Mi az irány, amerre tartasz? Nincs egy nagyon világos elképzeléseim, de van egy irány, igen. Én szeretnék klinikai munkát, egy beteg által munkát csinálni 5 év múlva, és olyan kutatásokban is nagyon szeretnék részt venni, amik szorosan kapcsolódnak a beteglátásra, tehát akár klinikai vizsgálatok, akár regisztereken keresztül. Ennél nem teljesen tisztultabb, azért mint ahogy már így sok szempontból be volt szó, nagyon sok munkával jár ez a eddigi mondjuk másfél év. Én most fogok szakvizsgázni, szóval rövid távú világos céljaim vannak, a hosszú távú céloknál pedig inkább az irány van meg, hogy szeretném ezt a jövőben így jól összehangolni, hogy tudjak ez a kutató-olvas ideának megfelelően dolgozni, vagy megfelelő munkát végezni. Hát azt hiszem, hogy akkor éppen jó helyen vagy, és nagyon örülök, hogy beszélgethettünk. Szerintem sok érdekes dolog derült ki azoknak, akik kutatónak készülnek, vagy azok, akik máshol végeznek kutatást. Azt gondolom, motiváló is volt, és köszönöm, hogy a sok munkád mellett erre is szántál időt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon szépen köszönöm a meghívást és az interjút.